Június 30-áig érvényesek azok a személyi igazolványok, jogosítványok, útlevelek és forgalmi engedélyek, melyek érvényessége a koronavírus járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet idején jártak le. Ez azt jelenti, hogy az első és a második hullám idején lejárt okmányok érvényessége meghosszabbodott. Az első hullám alatt lejáró okmányok lejárati ideje meghosszabbodott, ugyanúgy, mint a második hullámban levők is. Tehát a 2020. március 11-e és június 30-a között lejárt okmányok, illetve a 2020. november 4-e után lejáró okmányok meghosszabbodnak 2022. június 30-áig. A 2020. június 30-a és november 4-e között lejárt okmányok azonban érvényességüket vesztették, azokat érdemes megújítani. Szankciót ugyan egyelőre nem szab ki a hatóság, de azoknak az igazolványoknak a meghosszabbítására volt lehetőség, tette hozzá az osztályvezető. Volt lehetőség meghosszabbítani az első hullámban lejárt okmányokat, és azért mondom, hogy nincs nagy probléma, mivel javarészük meg is lett újítva. Folyamatosan nyitva volt a kormányablak, jelenleg is fogadjuk teljes nyitvatartásba az ügyfeleket. Szerintem csekély a száma azoknak, akik nem éltek a lehetőséggel. A lejárt okmányokat csak itthon fogadják el, utazni és külföldön használni azokat nem lehet.